Nagy a sürgésforgás a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium emeleti tantermében. Izgatottan készülnek a modellek egy divat bemutatóra. Az utolsó simítások után pedig kezdetét is vette a show, ami még soha nem volt az iskola történetében. Igazából a szükség szülte ezt a megoldást, mert sajnos ebben az évben egyáltalán nem kaptunk a fenntartótól eszközre semmilyen anyagi támogatást, ezért a maradék anyagokból, adományokból, tényleg ilyen papír töltelékekből, csomagoló papírokból készítettük el a ruháinkat, de a szükség nagyon sokszor kreativitás szül, és ebben az esetben is azt tudom mondani, hogy ez egy a hulladéknak az esztétikumát maximálisan kihasználtuk. A fa és a víz témáját dolgozták fel. A motívum gyűjtés után vázlatolás következett, és az elkészült divattervekből választották ki azt a közel 30-at, amit aztán meg is valósítottak. Ilyen volt például az első ránézésre gombának tűnő jelmez, valójában azonban ezt a medúza ihlette. Emese tervezte ezt a gyöngyös ruhát is, amelynek elkészítése nem volt teljesen zöggenőmentes. A gyöngyházas ruhával volt egy kis probléma, hogy az utolsó héten kiderült, hogy az eredeti modellem, akiről a kép is kint szerepel, az nem tud eljönni. Úgyhogy az utolsó pillanatokban kellett átalakítani a gyöngyös ruhát, de hát a modellem nagyon türelmes volt, hál' Istennek, és gyorsan tudtunk haladni, és készen is lett a ruha. Volt olyan tervező, aki nem ruhával, hanem egy stílusos és szerethető poliptáskával készült a bemutatóra. Egy plüsses anyagot használtam, rugalmas plüsses anyagot, amit hát elég nehéz volt varni, de azzal még nem volt probléma, van kezem, van varrógépem, azt könnyű volt összeállítani. Viszont ugye sok műanyaggal kellett dolgoznom, ugye égetni kellett őket, hajlítgatni kellett őket, és akkor volt olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy hú, hát én erre nem leszek képes, de aztán sok próbálkozás után meg sok órás munka után ugye sikerült véghez vinni a terveket. A ruhák a természet különböző elemeit idézték meg a fél éves előkészület után. A közel 30 különböző öltözet megalkotásánál két kulcsszót tartottak szem előtt a leendő divattervező diákok, a környezettudatosságot és a kreativitást.